Arany János, János papországa. Büszke, harcos, kalandor nép volt a magyar nemzet. Kétélű kard, mely ha moccant, jobbra-balra sebzett. S jobbra-balra merre fordult a fegyvernek éle? Puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig farkasok zenéje. Kin a német, minthogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbusula, cselt szövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása, takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló pogánya, Isten a te lelkedet bár mint pokolra hányja, ne legyen az idvességben soha semmi részed. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor tulok lett a dúlásig, a pénz nem kimélte, tudta nem vész kárba semmi. Húzni fogja a firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán dinomdánom, keresztjén tivornya. Hirdeti az Isten igét, papok bora, bornya. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megfizettek. Kivált képen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagzi, kaláka, 7 mérföldre érzett a szag, és úgy hitták ezt a vidéket, János pap országa. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó ebek lakoztak a jósült szagával. Újtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magával. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, 2 szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből vágott, s jót ivott rá a csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. És addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkon. És aki egyszer megkívánta, azt be is bocsáták, pogányfővel el nem hagyta többé a kalákát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokító sok mindenfélére. Első ága volt a hitnek, elmondom a nagyját, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bort és búzát és baromfit, földeket is mellé, s faluszámra jobbágy népet, aki a kövérpusztákat ingyen megmível. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráért tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted. Kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne. Csak a pásztor legyen ébren, hadd aludjék a nyáj. Negyedik hit ágazatja. Házasodjál össze. Gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakadra,
s béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. 5. Mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom s káromkodás a megváltó nevére, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épült. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem mindenéből. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odatta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ez küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjj el, János pap ország!